A Mohumol hulladékgazdálkodási ZRT által üzemeltetett visszaváltási rendszerről megoszlanak a vélemények. Az automaták az országban már rengeteg településen megtalálhatóak, azonban sok kis faluban, községben, Tolna vármegyében a visszaváltásra még nincs lehetőség. A kölesdiek közül például többen Szekszárdra viszik az üvegeket. Elviszik Szekszárdra. Vagy a fiam, vagy az unoka, vagy összegyűjtjük őnek is, az enyémet is, és akkor visszaviszik. Szekszárdon vissza lehet vartani. Itt a megoldás csak az, hogyha fogja magát, aki összeszedi, és nem törődik össze az a rohadt műanyag, mert állítom, hogy két év múlva még vékonyabb lesz a fala, hogy még nagyobb haszon legyen benne, mert az ember, ha szállítja üresen, összetörődik, és a gép, hát az már nem veszi be, ha sérült. Tehát gyakorlatilag ez a dolog ilyen formában a 200-300, 400-500 fős településeket gyakorlatilag lel vannak húzva az ott lakó emberek, 50 forinttal. Kölesden nincs megoldási lehetőség. Szekszárdra, vagy pedig Paksra kell elmennünk. Kicsit odébb Sárszentlőrincen többen elmondták, hogy nagy dologra kell elvinniük az üvegeket, ha vissza szeretnék kapni a betétdíjas termékekre terhelt 50 forintot. Most ahhoz képest, akinek van bicikli, az nem tudom, hogy ön tudja megoldani, de autóval vagy már mindennel átviszik, vagy busszal, így máshogy nem. Én nekem ez nem tetszik. Totálisan nem tetszik, ugyanis ha én pénzt fizetek azért az üvegért, akkor pénzt szeretnék visszakapni, nem egy cetlit, mert ha nem akarom levásárolni adott boltba, akkor ezzel arra kötelezik a vevőt, hogy abba a boltba, ahol épp a repont van, kénytelen lesz levásárolni. De nem vásárolhatsz csak azért a pénzért, hanem még pluszba, mert nem lehet ugyanakkora az összeg. Tehát azért ez nem jó. Várdombon a helyiek elmondása szerint még nincs automata, de hamarosan lesz. Hát most vagy Szekszárd, vagy Bátaszék. Hát akkor mindig át szokták vinni? Igen. Mink összegyűjtjük és bevisszük vissza a Szekszárdra, a Lidlibe vagy a Tescóba. A Mohu adatai szerint pár hét alatt már 150 millió darabra nőtt a visszaváltások száma Magyarországon.